Sziasztok gyerekek, Űrve csatornán! Kiből jelentkezik egy bejelentő jellegű videóval, meg lehet olvasunk egy-két kommentet, de viszont, hogyha valakit csak ez a része érdekel a videónak, mármint igazából ami a címben is szerepel, arról van szó, hogy ugye elég rendszeresen minden reggel naponta egy videó érkezik Farming Simulator 19 milliárd eurós kihívásról, de úgy gondoltam, hogy nyomjuk meg egy kicsit szeptember 1-ig, mivel lassan vége van a szünetnek, ugye, a nyári szünetnek, ezért szeptember 1-ig minden egyes nap 2 darab részt fog jönni, tehát reggel és délután is fog egy darab Farming Simulator 19 milliárd euró kihívásos rész jönni. Ezt többek között magam miatt is csinálom, mert annyira rá vagyok függve a játékra, hogy szólnám legszívesebben a részeket agyba főbe, mert úgy gondolom, hogy kezd beindulni a TS, és nem tudom tűrtőztetni, úgyhogy jön 2 rész jön mindenképpen. Na, meg egy kicsit gondoltam, hogy akkor csináljunk egy olyan nézelődő, ilyen komment nézelődős videót is, szóval az is lesz, aki erre volt kíváncsi, erre a bejelentésre, ez eddig tartott. Az a lényeg, 2 rész jön naponta, ezután szeptember 1-ig mindenképpen Farming Simulator 19 milliárd eurós kihívásból. Na, de akkor nézzük a komment reagálós részeket. Andy Hawk érdeklődik, hogy ez melyik map. Hát az alsó szeg, ugye, az alsó szeg agrifarm, alsószegi agrifarm, így rákeresse Andy Hawk, akkor meg fogod találni. Ervin írja, az a keeper, nem is keresel szinte pénzt, csak mindig nyered hely. Jó, igen, az utolsó részben, amit feltöltöttünk, ami ugye utóbbi 650 van kín indexképnek, abban nyert a keeper megint nagy pénzeket. László Gergő Gerison írja, hogy akkor a bundás kenyér volt a sorskártya húzás. Bundás kenyér volt, nem volt, egyébként nem volt bundázás természetesen. Nyugodtan bárki letöltheti ezt a spinning wheelt, nem lehet megbundázni, meg nem is, minek bundáznám, meg inkább én éreztem magam rosszul, hogy megint pénzt nyertem. Barnamás Babos írja, ha már van egy-két nagy földed, érdemes babot, repcét, napraforgót ültetni, annak nagy a hozama. A babnak pont nincs nagy hozama, az a jó benne ugye, hogy kicsi hozam, viszont drága, és ez miatt ugye a szállítása sokkal könnyebb, mivel kevesebb van belőle, de viszont drága, és nem foglal olyan nagy helyet. Tacskó 50, szia keeper, a tikoknak nem kövíz, és nem lehet őket szállítani semmivel, csak az ónál lehet megvenni. Nagyon örülök, hogy ilyen szerencsés vagy a sorskártyákkal, és hogy vannak tikok, imádom őket. Nagyon jó volt ez a rész, és te vagy a legjobb, itt tovább. Köszönöm szépen, Tacskó, egyébként nagyon-nagyon mákos voltam. A tikokkal fogunk foglalkozni, de olyan terveim vannak, hogy nem hiszitek el, úgyhogy ez nem magam miatt, vagy nem azért, hogy hype-oljam ezt a sorozatot, de tényleg, fú, borzalmasan jó részek fognak jönni szerintem. László Gergő Gerison. Fogadásokat lehet kötni, mikor adja el a kék traktort. Melyik kék traktort? Nem, a izzit, az MTZ-t nem fogjuk eladni, és egyébként egy kicsit így vissza fogunk venni abból, hogy állandóan veszük, adjuk a cuccokat, meg fogom tartani őket, ígérem, mert nagyon sokan írtátok, hogy ne legyen az, hogy minden részt beladunk valamit. Birka is jó hoz, és csak egy kasza kell, meg egy hamster, a fű meg adott. Biga papa. Köszönöm szépen, ez jó. A WC-ből tudsz kivenni is tartalmat, nem csak bárakni, esetleg nem vetted észre, írja. Biga papára egyébként nézzetek fel, ő is egyébként YouTube videós Farming Simulatoros. Hello, szerintem egy olyan modokat, amiket már kipróbáltál és eladod, mert valami jogból bugod, azt a modmappal is töröd ki ennyivel, és is kevesebb a mod, amivel okozhat lagot. És a mod pakba se kerül olyan mod, ami csak szenvedést okoz és ront a játék élményt. Annyit akartam mondani egyébként, hogy írtátok párom, sőt, Viola Bence írta leginkább, hogy lehet olyan probléma, hogy ezek a modok nincsenek lefrissítve, jó lenne, hogyha a legfrissebb verziót használnám, például nem is tudom, jó pár modnak is egy 1.0-as verziószáma van, amikor már van 3 pont akárhányas, úgyhogy azokat is érdemes lenne megnézni, mert lehet, hogy azok a modok jók, csak éppen nekem nagyon régi verzió van meg. Zsolt írja, szia keeper, azért kell a kakas, hogy legyen kis csipbe, ha nem akarsz venni. Nem akarsz venni. Veszel Simpson? Igen, egyébként kell egy gyors jármű, hogyha véletlen kívunk egy olyan kihívást, olyan küldetést, hogy el kell érni valahova, akkor a Simpsonnal tudjuk veretni, mint az őrük. Amit még akartam mondani, gyerekek. Egyébként szerintem nem kell hozzá kakas a kis csibéhez. De
a mente játékon belül. Florian Lettner, szia keeper, egy tanács csak. Jó, hogy földet veszünk, meg minden, de én haver felmodernesíteném a gazdaságot, nem pedig földet vennék, ráér volna a tyúkok. Illetve még egy kis semmit éri UTB felesleges volt szerintem. Az UTB-t nagyon sokan kérték egyébként, viszont a földek ellenének szerintem egyelőre ezeken a földekkel ugye elboldogulok ezekkel a kis gépekkel, mindenképpen fogunk, hát be kell osztanunk valahogy valamennyire a pénzünket, kell modernesíteni, igen. Zetorinus írja, vegyél lovokat, papi, megveszed 2500-ért és eladod 50 000-ért a lovat, de kell foglalkozni velük írtósokat. Hát igen, ez a baj vele egyébként, Zetorinus, hogy lovagoltatni kell rengeteget, én nekem meg nagyon nem, nincs időm arra, hogy lovagoltassak. Nekem nem nagyon jöttek be egyébként a lovak a Farming Simulator 19-ben, mert igazából viszonylag, hát azért kell vele, sokat kell vele foglalkozni, és nem annyira nem jött be egyébként. Dávid Gyöngy, meg ugye egy órás részbe bele kell zsűríteni egy csomót, ne a lovakkal foglalkozzunk. De egyébként értem, jó ötlet, hogyha magamban játszanék, esetleg megcsinálnám, de így, hogy sorozat, azért így valamilyen szinten ilyen egy koherens, érdekes részt kell mindig létrehozni, hát nem, mert igazából játszok spontán, szóval annyira nincsenek megtervezve, hogy mi lesz abban a részben, de azért legyenek érdekes, változatos dolgok benne. A lovakkal még rengeteget kell foglalkozni. Dávid Györgyi Sor. Szia kívül, az UTB nagyon jól meg van csinálva, az ablakon kívül minden stimmel. Tudom, mert nekünk UTB 650-ünk van. Igen, az ablak az nem jó, valószínűleg egyébként UTB el lesz szarva, és valószínűleg beszélünk majd másik UTB-t. Az UTB az nem jött be, leginkább amiatt nem jött be, mivel az az ablak. Engem zavar az az ablak. Szia kíper, a tyúktatással kapcsolatban a kakas azért van, mert ugye a csirke olba 50 tyúk fér, és ha van 50 tyúkod, akkor nem kell, de ha van például 25, akkor jól jön kakas, hogy szaporodnak. Ott felül vannak az ikonok, köztük a tején ikon, és arra rámész, akkor például kírja, hogy mit kell nekik adni, hogy van köztük kakas, mikor jön világra csibe, meg porkocsiból is be tudod önteni nekik a kaját. Jó játékot. Köszönöm, hogyha portkocsiból vetülöm adni a kaját, az nagyon jó, mert akkor mindenképp ide rendszeríteni fogunk egy portkocsit, egy csomó csirke, ahol végig, és akkor ugye folyamatosan nem töm be nekik, úgyhogy ez szerintem jó lesz. Dávid Házi Ákos, szia keeper, lehetne olyat csinálni, hogy amikor kihúzol egy sorskártyát, mellé még egyet húznál, de csak a rosszabb közül. Hát igen, nem akarom nagyon a sorskártyát így előtérbe helyezni. Volt egy live sorozatunk, amiben ugye már azt csináltuk, hogy egy csomó sorskártyát húzogattunk, és akkor ha a sorskártyát nagyon sokszor húzol, akkor elveszti az értékét, akkor súlytalan lesz, érted? A sorskártya húzás az egy súlyos, komoly játék mechanikai eszköz, de hogyha folyamatosan így húzingáljuk a sorskártyákat, akkor elveszti a ilyen hiteltelenné válik, érted, hogy mire gondolok szerintem. Úgyhogy olyan sok sorskártya ezért lesz. De egyébként értem, mire gondolsz, hogy legyen egy jó mellé, egy rossz is, de kettő külön sorskártya gépet nem akarok csinálni. Szerintem ez így jó. Valamikor ugye jókat húzunk, de lehet, hogy majd sorozatban fogunk rosszakat húzni. Ez teljesen a véletlenen múlik, úgyhogy szerintem ez így jó fog működni. Ryman írja, szia keeper, tettnél le pár módot a leírásba, például mapok, MTZ módok, esetleg UTB-k, csak egy ötlet, szia. Ugye van modpak, de egyelőre megáll, mindenképpen fog keletkezni egy újabb modpak, mert lassan csinálom az új modpakot, az is be fog kerülni, de egyébként pár résszel ezelőtt volt egy modpak, ami megáll, van igaz, hogy várni kell, vagy 5 órát, hogy le tud tölteni, de azért le tudod szedni. Krisztián Kracsun írja, szia keeper, a vetőgép előtt nem kell tárcsázni. De szerintem van olyan vetőgép, ami előtt nem kell, de ez előtt biztos kell, nem? Én úgy gondolom, mert akkor írja, hogy ez előtt a vetőgép előtt nem kell kultiválnod. Adrian Gombos, keeper, láttad, amit elküldtem rajzot? Biztos vagyok benne, hogy láttam, jöttek jó pár rajz egyébként. Mindenképpen fog, ugye szeptember 1-én fognak kikerülni Instára a rajzverseny rajzai, és amelyikre több like jön, az fog... Azt fog nyerni, második helyzet egyértelmű, harmadik helyzet egyértelmű, ez meg már megint mi. De komolyan mondom, mindig jönnek ez ilyen izék, ilyen spamek. Nigruskaja írja, már kicsit féltem, nem lesz ma a videó, későn keltem egyébként. Ugye szombat van, későn keltem, jó reggelt Vietnám, meg kellene már újra nézni azt a filmet. Úristen, én nagyon régen láttam egyébként azt a filmet. Talán egyszer láttam életemben, vagy 10 éve. Keeper, halló, azt szeretném mondani, hogy nagyon szeretem a videót, sose hagyd abba, sok sikert tovább, meg egy tanács, kaszád le a nagyfüves földet, majd megveszed, mert plusz pénz ingyen.
Ha majd megveszed, ja igen egyébként, csak egyébként a fű az nagyon keveset ad, esetleg másra célra felhasználva állatoknak jó lenne, de hát ugye majd meg fogjuk látni, hogy ez hogy fog működni. Ez a beköszönés még mindig kurva jó. Sokan írták egyébként, hogy ne legyen mert ez a beköszönés, mert hangos. Én saját magamat is felpörgetem azzal, hogy csinálok egy jó reggelt Vietnámot, egész áthangolórok egy ilyen, mint hogy úgy robbannak ki belőlem az egész résznek a mint amikor van az ősrobbanás, és akkor addig így nincs semmi, és hogyha ezt beköszönést megcsinálom, akkor boom, így szétnyillik, értitek, tudjátok, mi volt az ősrobbanás, ugye? És akkor így jön ki belőlem, hogy mit akarok csinálni, és így terjed, és az egész egy órás részig. Ha azt nem csinálna, meg lehet, hogy egyébként nem lenne ugyan olyan a videó. Bandi bátya, itt tovább, imádom ezt a sorozatot, nagyon jókat mosolygok és rögök, az egyik kedvenc részem, amikor énekelsz, és most már volt máshol. Mi ezt kimondtad, hogy Keeper, mint egy Szent János bogár, és ott lehetünk kimondani, hogy kis szutyok csibész, majd meghaltam a röhögéstől. Tovább sok sikert, köszönöm az élményt. Én köszönöm szépen, hogy itt vagytok, remélem, hogy tetszik a sorozat. Nagyon élem egyébként, szerintem ezzel függ össze, hogy másnak is tetszik. Nagyon fontos ugye, hogy ez olyan, mint egy ilyen párkapcsolatban, hogyha szereted a másikat, most, tudom, hogy sokan fiatal van is, de majd megfogjátok le, ha szereted a másikat, attól tud boldog lenni a másik, megjátszani ezt nem lehet, ez szerintem a videózással is így van. Keeper, letöltöttem a modpakot, és én is elkezdtem egy 10 millió eurós kihívást, de sorskártya nélkül. Sok sikert hozzá, de az sem kicsi egyébként, az 1 milliárd euró, egy kicsit lehet, hogy túlzott, de meg fogjuk csinálni 2014-ben kezdtem el nézni, akkor voltam 16. András Balázs írja. Hát ez, akkor mondhatni, te is velem együtt nőttél fel. Egyébként én is veletek együtt nőttem fel. Belegondolva egyébként, hogy aki néz engem rendszeresen, meg itt szereti a videóimat, annak így bele szövődtem az életébe, és lehet, hogy később is emlékezni fog arra, hogy ki az a kiipördötenk, vagy lehet, hogy a nevét nem is tudja, de azért valamilyen szinten formálta, de ugyanúgy ti is formáltak engem, főleg azok az olyan nézők, mint a Bondi, aki így már nem is tudom, nem is nézőnek nevezhetném, hanem így egy ilyen barátnak mondanám azokat az embereket, akik így hozzá kapcsolódtak az én életemhez, ugyanúgy, mint én a tiétekhez. Értem, hogy értetek, hogy mire gondolok szerintem. A neveket, ahogy látom, akikkel kevesebbet is kontaktolok, azok is így tök tudom, hogy miről van szó. Antal Móricz, Keeper az MTZ-ben hiába akarsz tankolni, nem tudsz olcsón, mert rendszám sincs a gépeken. Az igaz, nem, nincs forgalmi more. Az jó, egyébként az a durva, hogy most ugye a valóságban, mivel csak úgy tudják a gazdák tankolni ársapkás üzemanyaggal a gépeinket, csomó kép kikerült, hogy a Rábasteigerre 250-esre bálnagadnak a kultra, mert úgy kapják csak meg a 480-as gázolajat, tök durva. Na, Bence Bordás írja, ne nagyon bízd el magad, mert kiúzod a jókat, utána meg húzod ki folyamatosan a rosszakat. Hát igen, esélyes, hogy rosszakat fogok húzni, földeket is veszthetünk, tényleg nagyon összetett, és nagyon jó dolgot ad hozzá szerintem ez a sorskártya dolog egyébként ez a játékhoz. Tudom, hogy nem én találtam fel a spanyol viaszt, mert igazából ez olyan, mint egy küldetések szinte, vagyis nem küldetések, mert ilyen random események, viszont ezt komolyan mondom, a teljes játékban egy bekapcsolható funkciónak adnám, hogy legyenek ilyen dolgok, akár kártevők elviszik a termést, meg így legyenek olyan dolgok, sokkal még átgondoltabbak is lehetnek, amik így egy változatosságot adnak a játékba. Ákos Ferenci, szia Keeper, nagyon szurkolok, hogy sikerüljön. Köszönöm. Tomika Mikler, légy szíves, egy kicsit halkabban tudsz beköszönni, bocsi, ez az új rész. Igen. Hát, bocsánat, de ez ilyen hagyomány, valaki írta egyébként. Első lájkoló, hol az új videó, írta Jósika Farkas egyébként, mert ugye nem 8 órakor kerül ki, hanem 10 óra körül. András Henzsely. A platós takira csak sikerült benned 800 euróért egy szint. Ne! Vettünk egy ugyanolyan szint, nem is vettem észre. Mindig a kapkodás. Vagy kevés volt a kávé. Amúgy igen. Bazza, vettem rá egy, hallod, nem is vettem rá egy majdnem ugyanolyan szint. Éj hülye, 800 euróba került. Átfújottam, nem vettem észre. Norbert Szarvas, csak én nem találom a 18. részt, segítsen valaki. Igen. Nem, mert késett, ugye, mert későn kelt a Keeper. Krisztina Cseh, mikor lesz videó? Ó, már ilyen írtátok. Ez nem emlékszek rá sajnálom, mert a Tátra Rébálom videóra.
A Platós Traki 17-ben is benne volt, Motubra ott is nagyon jó volt. Jó volt a Platós Traki, csak ugye nekem benne van ez a realisztikus föld talajmód, és emiatt ugye sokkal inkább igénybe vettek a járművek, a nagyon kicsi gyenge járművek, kicsi kerekűek azok, van vele probléma, főleg ha nincs belső hajtás, meg nem jók azért emiatt, de viszont ugye sokkal realisztikusabb a játékélmény. Barabás Barni kérdezi egyébként Rising World, de hogy lesz-e belőle nagy sorozat. Amíg élem, egyébként mindenképpen Rising World-et fogjuk tolni, amíg el nem jutunk egy olyan szintre, ahol már nem hiszem, hogy most a következő kommenter, amíg nem érzem azt, hogy teljesen kipörgettük. Nati írja egyébként 800 euróra vette a Platós Traktor a képer. Á, hülye vagy. A hülye az elipszilonosé, erre nagyon figyeljetek, mert ha hülye vagy, hogy tírsz, pontos jével, az nem jó. Ez nem jó. Mert az úgy, pont a hülye vagy, ott ne írd pontosan. De egyébként, ja, nem vettem észre, bocsánatot kérek értem. Mognál Szabi, RS09 T16. Igen, ez a kettő van egyébként, van T16-os is a faluban, egy darab, és van RS09-es is, van kettő darab, azon, amelyik hasonló ez a kék traktoron. Bence Bartos, tudsz fát ültetni az ültető erdészeti technikánával? Igen, tudom, hogy van, tudok fát ültetni, Bence, meg még ráadásul van benne egy mód is, amivel kézzel tudok ültetni. Bence Bartos, Keeper, egyetértek veled a messzezés kapcsán, mert a farming szimulátorig én nem is hallottam a messzezésről, én az Alföldön lakom, és még nem láttam soha ilyen messzezést, pedig mezőgazdaság korással foglalkozunk. Én értem, hogy inkább disznó vagy marhát tart, szerintem jobb, de élet... Véletlenül sem akarok vitatkozni, csak segíteni akartam. Úgy a csirkék nem csak víz kell, meg búza, de akkor kell lajtos kocsi is. Ja, közben rájöttünk, ugye meg írtátok is, hogy nem kell víz a csirkéknek, meg amúgy egyébként már én is rájöttem, csak ugye árpa vagy búza. És igen, egyébként nálunk se, én addig, amíg farming szimulátorban nem hozták be a messzezést, én nem találkoztam a messzezéssel, azért is vettem ki, nem volt messzezés itt. Én életemben nem láttam, hogy messzeznének. Meg még most messzeznek egyébként, messzezik a földeket Magyarországon? Van ez? Ez valaki írja meg nekem, vagy mutassa meg, hogy amikor messzezik épp a földet, azt mutassa meg, hogy az milyen, vagy mit tudom én, nem tudom. Vagy hogyha valaki gazdálkodik, és ott van kínálva, hogy mit tudom, mész olyan, amit éppen a földekre szólnak, X zsákkal, fényképezzel a küldje, vagy valami, hát én nem értem. Kismárton Gábor, a feszítővassal elvileg blokkok felszerelése van. Nem, a feszítővassal azt hiszem, hogy a kalapácson van a blokkok felszerelése Rising World-be. Igen, Jégombot azt mondja, hogy van segítség, nyomjam meg. Köszönöm szépen, Borbély László írja, Farming Simulator 22-vel játszottam. Nagy Norbert, az én kommentem kimaradt, mert az előző videó után írtam ebbe, meg nem jutott rá idő. Leírtam újra, leírjam újra, vagy még haladsz visszafele, nem megint az újak fog következni a részben. Hát igen, mindig újak vannak, úgyhogy kár, hogy idején írtad le a kommentedet, mert akkor most ez beolvasásra kerül volna, Norbikám. Hét éve, úristen! Balázs UTB 65, olyan kiáltottál, hogy a telefonom is lefagyott. Na, ezen jót rögtem azon a kommenten egyébként, ezt olvastam. Olvastam egyébként mindig a kommenteket real time, ahogy jönnek, mert ugye értesítést kapok róla, csak nem folyamatosan válaszolok, hanem inkább itt a videóban. Szia Keeper, majd fel fogod a modpakot máshol föltölteni? Igen, erről volt is szó. András Balázs írja, nehéz megszokni, hogy mindig reggel van felrakva a videó, én meg kora este nézem meg. Olyan gáncsos fákat csinálsz már, megint el nem hiszem. Jaj, egyébként igen. Igen, az RS az kelet-német masina volt. Ránézésre tipikus kelet-német kotlet tyúkol, mint a többi. Igen. Keeper öcsém kihasználja, hogy felment a tüzelő ára, letermeli az utolsó cseppjét is. Egyébként, ja, ez pont azon gondolkodtam, hogy egyből instant termelek le minden fát, ami a földek mellett van, és egyébként nagy hátrány ez a mai mezőgazdaságnak. Pont néztem, hogy ugye főleg ezen a változó éghajlatban szomorú, hogy a gazdák gyakorlatilag, ugye vannak ezek a mezővédő erdősávok. Van egy ilyen mezővédő erdősáv, azt hiszem pontosan ez a szakkifejezésre, amit azért ültettek erdősávokat, ugye a mezők közé, mellé, értsétek, hogy a széltől, az átfújó szelektől leginkább védje a mezőket, ami ugye egy, kiszárítja őket, nem tesz jót nekik, ugye. És ugye ezeket mind letermelik, mert az utolsó cseppjét is szeretnék kitermelni és felszántani a gazdák, és ez nem tesz jót hosszú távon a földeknek. Igen, nem is ám
aljára raktad volna vastag tetejére a cseppjét. Egyébként ez a cseppjét, ezt soha nem használják itt az alába, ez tök durva, mindig meglepődök, hogy a cseppjét. Ez azt gondolom, hogy nagyon kicsi, a kicsiket, ugye a cseppjét, legkisebbet is. Ezt a cseppjét így nem használják, tök durva. Tök durva, hogy a Magyarországon belül is milyen változások vannak ilyen nyelvi ügybe. Vehetnél egy motor géptetőre arra a krisztára végre. Azért, az azért nincs rajt, mert jobb a hűtés egyébként. Szegény már lassan kabintető sincs. Nagyon, nagyobb súly az MTZ-től a permetszer E. Az se semmi. Vegyél egy kanál... Ja, vettem egy kanál lomot súlynak te. De olcsó volt, olcsó volt. Nincs szemét otthon még. Jó, az a súly, a legolcsóbbat megvettük. Pedig reménykedtem, az a szerencsétlen pörd összeszakad a súly alatt. Az eres megkotorod volna a permettel. És terimú verdné, mert most nem kell. Jaj, a következő részben milyen hülyeséget csinálok? El nem. Fölvettem a következő részt. Akkor a hülyeséget csinálok, hogy az összes gép egyből sáros lett. Azt majd meg fogjátok látni. Viola Bence, Rising Bird, a szegény boci, hogy lecsaptad? Na, papi, egyre jobban tetszik a game, valószínűleg le is fogom kapni. Azt kipróbálom, milyen is. Jó az a kis minisorozat, hajrá nyomjad, köszönöm szépen. Péter Torják, júj, RS09, igen. Lempek Dávid, imádom azt a beköszönés, Keeper nagyon szuper. Nagyon szépen köszönöm, hogy ha tetszik, meg hogyha itt vagy. Megint sok kommentre sikerült válaszolni. Igen, most már eljöttünk a komment válaszolós videóhoz. Hello Keeper, tetszik a videót, de hogy csinálod, hogy dolgozzon a bérmunkás, nekem csak leszedi a pénzt és nem indul el. Hogy tudja munkára fogni? Hát igazából hát kell nyomni neki, nem tudom. Lehet, hogy valami más miatt nem indul el ki. Általában sokszor nem indul el a munkás, hogyha például egy eszköz, egy olyan traktorra raksz, mondjuk egy kombányra raksz egy olyan vágóasztalt, amelyik nem bírja el. Akkor egyszerűen nem indul el. Nem indul el, mert kicsi a motor teljesítmény. Figyeld meg, mit ír, meg hogy minden oké-e vele. Olyan eszköz van-e, olyan feladatot adsz neki, például egy kultivált földre, ha rá akarod rakni, véletlenül ott kultivált, ahol elindítod, akkor nem fog elindulni. Szia Keeper, a nagy kalapács az építkezésnél tudod használni, blokkokat visszakapod. A kapával terményföldet tudsz készíteni, a gerebével el tudod tüntetni a füvet, de még azzal tudod megemelni a földet, vagy csökkenteni. A sallóval magokat, vagy csemetéket tudsz kiszedni a növényekből, az F-billentyűvel le tudod rakni a dolgokat, de azzal fel is tudod venni őket, ha hosszan nyomva tartod. Köszönöm szépen, Toldi András Gábor. Tomika Mikler, az összes videó, hogy már megnéztem az összesről, belájkoltam, és Tomi vagyok, szia engem Szóval akkor másodiknak? What? Milyen másodiknak? Nem tudom, mire gondolsz. Gyuri Kis, köszi a választ, én írtam, hogy munkásokkal dolgoztas. Nem az a bajom, hogy használsz munkást, csak te nem is munkálod a földet, de úgy csinálod, ahogy szeretnéd, nem bántani, csak szántam, amit írok. Igen, igen, Gyuri Kis, nem akartalak én sem megbántani azzal, csak megpróbáltam megmagyarázni azt a tényt, hogy miért használok munkást, mert addig ugye tudok más csinálni, és ez is... Fontos, hogy ne az legyen egy részben, hogy például folyamatosan kultiválom a földet, hanem egy változatosan próbáljuk megoldani. Közben gondolkodunk, ugye próbálom elmondani, hogy mire számíthatok a következő részben, hogy alakul a történet. Figyeljetek azt, hogy elmondjátok a véleményeteket, én mindenképpen örülök neki, egy darab kommentet nem törlök, mindig próbálok válaszolni a negatív kritikákra is, mert egyébként negatív kritikából tanul az ember. Az a legrosszabb egyébként, hogyha egy vélemény buborékban van, valaki. Például képzeljétek el, van egy kislány, most, aki furujázni tanul. Jó, legyen hegedű, mert ez a furujás kislány hasonlat, ez egy kicsit durva. Hegedülni tanul, és mondjuk az édesanyja, az édesapja, a nagymamája, a nagypapája, meg az összes rokona, csak a hallgatósága, meg a barátai, és nem akarják bántani, azt mondják neki, hogy nagyon ügyes vagy, közben meg nem ügyes. Ebben a véleménybuborékban él ő, és nem tudja, hogy rosszat csinál, nem tudja, hogy rosszul csinál, emiatt nem fog fejlődni. Ő úgy gondolja, hogy jól csinálja, úgy fogja csinálni tovább. Ha negatív, építőjellegű kritikát kap az a kislány, aki hegedülni tanul, hogy ezt nem jól csinál, hogy ezt így kell csinálni, akkor rá fog időt fordítani, hogy habuljon. De... és akkor fejlődik. De hogyha folyamatosan egy vélemény buborékba fog benne lenni, amiben ő mindig pozitívat kap vissza, akkor nincs fejlődés. És ezzel itt zárnám ezt a videót, hogy semmi baj, a negatív kritika az mindig jó. Hogyha téged is negatívan kritizálnak, aki értelmesen nem azt mondja, hogy hülye vagy szar vagy, az más. Az nem negatív kritika, az ilyen ócsárás. A negatív kritika az hasznos. Te is, hogyha bármikor kapsz kritikát, amivel próbálnak segíteni,
azt mindig érdemes megfogadni. Át kell gondolni, hogy te miért csinálod úgy, ahogy, és át kell gondolni, hogy miért mondják azt, amit mondanak, és meg kell nézni, hogy van-e benne igazság. Az önvizsgálat és az önismeret nagyon fontos, hogy tényleg ne úgy gondold, ne olyan, na gondold magad, amilyen nem vagy, és érdemes azt szem előtt tartani, hogy lehet, hogy másnak a vélemény az igenis releváns tud lenni, fontos tud lenni. Biga papa, hello, most nézem a komment reagáló videót, és háti permetező mód készítőjére utalta, amikor a sziátriát javasoltam. Igen, értem, és ezzel zárom is a komment reagáló videót. Nagyon szépen köszönöm, és akkor bejelentés volt két napon, vagy kettő részén a naponta, mert Keeper vele van őrülve, mint az őrült. Sziasztok, jók legyetek, egyébként már kuszik is fel a következő részt, ami jaj, de lassabb egy, de cseh, szevasztok, jók legyetek.